Fájdalmas vereség volt az ára annak a rengeteg hibának, amit a Kohász kézilabdázói vétettek szombaton hazai pályán, amikor a Buda Őrs együttesét fogadták. A technikai hibák, eladott labdák, kihagyott zicserek és a gyenge védekezés miatt végig a vendégek vezettek, és legközelebb a győzelemhez 24-24-nél álltak a hazaiak. A meccs utáni sajtótájékoztatón György László vezetőedző elnézést kért a szurkolóktól, hogy ezt a játékot kellett végignézzék, és Szalai Babett, a csapat kapitánya is csalódottan nyilatkozott. Számomra teljesen ismeretlen volt a csapat, ahhoz képest, hogy tegnap egy kiváló edzés volt. Ha abból indulunk ki, akkor bizakodó lehettem volna, de egy edzés és egy mérkőzés az természetesen teljesen más. Tényleg taktikusan, hosszú támadásokat vezetve és jól befejezve a Buda Őrs minden egyes helyzetét szinte kihasználta, úgyhogy egyértelmű, hogy ezt a mérkőzést csak ő tudta megnyerni. A mi játékunkért pedig csak azt tudom mondani, hogy elnézést kérünk mindenkitől, aki ezt látta. És annyit szeretnék még ehhez hozzátenni, hogy addig, amíg olyan dolgokkal foglalkozunk, hogy ki teszi oda magát, ki nem, ki tudja a figurát, ki nem, nem akarunk jobbak lenni minden egyes edzésen, addig ez nem fog sikerülni. Hát ezek a problémák nem mostani problémák, és ugye, ahogy közeledik az év vége, a szezon vége, sajnos az ember ugye egyre fáradtabb, egyre feszültebb, nem nagyon tud ide koncentrálni, de sajnos még nincs vége, és igenis vannak olyan mérkőzések, amikben például én hiszek, és amit esetleg a javunkra tudnánk fordítani, tehát igazából nincs még vége itt a bajnokságnak, és úgy gondolom, hogy ilyen hibákkal, vagy ezekkel a dolgokkal, amiket említettem, ezekkel nem segítünk magunkon. El kellene kezdeni, nem tudom, valami új dolgot kitalálni még itt erre a két mérkőzésre, vagy nem tudom, ebbe igazából egy kicsit tanácstalan vagyok, de mindenképpen megpróbálunk valamit kihúzni abból a zsákból, és megnyerni a meccseket, hogyha ez lehetséges. Azóta eltelt néhány nap, és higgadtabban is átgondolhatták, valójában miért is akadt ennyi hiba a hazaiak játékában, illetve min kell javítani ahhoz, hogy a Debrecen ellen sikeresebben tudjanak fellépni a dunaújvárosi kézilabdázók. Én azt gondolom, hogy elsősorban nem a szakmáról kell most beszélni, mert nyilván szakmailag fel fogunk készülni az ellenfélből, el fogjuk mondani azokat a legfontosabb dolgokat a játék minden fázisát illetően, amire figyelni kell. Itt elsősorban a csapatnak az becsülése a tét a mérkőzésen, és azt gondolom, hogyha igazi sportemberekkel dolgozunk, meg sportemberek játszanak a mi csapatunkban ezzel a címer alatt, meg a városnak a képviseletében, akkor azt gondolom, hogy mindent el kell követnünk azért, hogy legalább önmagunkkal lássuk azt, hogy szeretnénk kijavítani ezeket a hibákat, hiszen a Buda Őrs elleni mérkőzésen tényleg olyan hibákat követtünk el, amiket ilyen serdülő meg ifi szinten se szabad, legalábbis tömegesen nem szabad elkövetni. Úgyhogy ezt szeretnénk elsősorban kijavítani. Az, hogy nyilván ez is egy tétmérkőzés és egy bajnoki mérkőzés, és azt szoktuk mondani mi edzők, hogy a bajnokságnak akkor van vége, amikor az utolsó mérkőzésnek a 60. percét is lefújták. Én azt gondolom, hogy becsületesen végig kell dolgoznunk a mérkőzést, 100%-osan oda kell tennünk magunkat védekezésbe és támadásba is. Az idei szezonban tehát összesen két mérkőzés vár még a DKK a kézilabdázóira. Május 9-én csütörtökön a Debrecen otthonába utazik György László együttese, majd az évadot május 18-án szombaton itthon az Érd ellen zárják a mieink.